kezdetben teremtette Isten a mennyet és a földet. A föld még kietlen és puszta volt. A mélység fölött sötétség volt, de Isten lelke lebegett a vizek fölött. Akkor ezt mondta Isten, legyen világosság, és lett világosság. Látta Isten, hogy a világosság jó. Elválasztotta tehát Isten a világosságot a sötétségtől, és elnevezte Isten a világosságot nappalnak, a sötétséget pedig éjszakának nevezte. Így lett este, és lett reggel, első nap. Ezt mondta Isten, alkossunk embert a képmásunkra, hozzánk hasonlóvá. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, az egész földön és mindenen, ami a földön csúszik, mászik. Megteremtette Isten az embert a maga képmására. Isten képmására teremtette, férfivá és nővé teremtette őket, Isten megáldotta őket, és ezt mondta nekik Isten, szaporodjatok, sokasodjatok, töltsétek be és hódítsátok meg a földet, uralkodjatok a tenger halain, az ég madarain és a földön mozgó minden élőlényen. Azután ezt mondta Isten, nektek adok az egész föld színén minden maghozó növényt és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van, mindez legyen a ti eledeletek. Minden földi állatnak, az ég minden madarának, és minden földi csúszómászónak pedig, amelyben élet van, eledelül adok minden zöld növényt. És úgy történt, és látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este, és lett reggel, hatodik nap.
így készült el a menny és a föld, és minden seregük. A hetedik napra elkészült Isten a maga munkájával, amelyet alkotott, és megpihent a hetedik napon, egész alkotó munkája után. Azután megáldotta és megszentelte Isten a hetedik napot, mivel azon pihent meg Isten, egész teremtő és alkotó munkája után. Ez a menny és föld teremtésének a története. Amikor az Úristen a földet és a mennyet megalkotta, még semmiféle mezei fű nem volt a földön, és semmiféle mezei növény nem hajtott ki, mert az Úristen még nem bocsátott esőt a földre. Ember sem volt, aki a termőföldet megművelje, akkor pára szállt föl a földről, és mindenütt átitatta a termőföld felszínét. Azután megformálta az Úristen az embert a föld porából, és élet leheletét lehelte orrába. Így lett az ember élőlényé. Ültetett az Úristen egy kertet Édenben, keleten, és ott helyezte el az embert, akit formált. Sarjasztotta az Úristen a termőföldből mindenféle fát, szemre kívánatosat és eledelre jót. Az élet fáját is a kert közepén, meg a jó és a rossz tudásának fáját. Édenből pedig folyó jött ki a kert megöntözésére, amely onnan szétágazott és négy ágra szakadt. Egyiknek Pison volt a neve, ez megkerüli Havilá egész földjét, ahol arany van, ennek a földnek az aranya jó, van ott illatos gyanta és ónixkő. A második folyónak Gihon a neve, ez megkerüli Kús egész földjét. A harmadik folyónak Hiddekel a neve, ez Assur keleti részén folyik. A negyedik folyó pedig az Eufrátesz. És fogta az Úristen az embert, és elhelyezte az Éden kertjében, hogy azt művelje és őrizze. Ezt parancsolta az Úristen az embernek, a kert minden fájáról szabadon ehetsz, de a jó és a rossz tudásának fájáról nem ehetsz, mert ha eszel róla, meg kell halnod. Thank you.
után ezt mondta az Úristen. Nem jó az embernek egyedül lenni. Alkotok hozzáillő segítőtársat. Formált tehát az Úristen a földből mindenféle mezei állatot, mindenféle égi madarat, és odavitte az emberhez, hogy lássa, minek nevezi, mert minden élőlénynek az a neve, aminek az ember nevezi. Így adott az ember nevet minden állatnak, az égi madaraknak és minden mezei élőlénynek, de az emberhez illő segítőtársat nem talált. Mély álmot bocsátott azért az Úristen az emberre, és az elaludt. Akkor kivette az egyik oldalbordáját, és húst tett a helyére. Az emberből kivett oldalbordát asszonnyá formálta az Úristen, és odavitte az emberhez. Akkor ezt mondta az ember, ez most már csontomból való csont, testemből való test. Asszony ember legyen a neve, mert férfi emberből vétetett. Ezért a férfi elhagyja apját és anyját, ragaszkodik feleségéhez, és lesznek egy testé. Még mindketten mezítelenek voltak, az ember és a felesége, de nem szégyelték magukat. Ravaszabb volt minden mezei állatnál, amelyet az Úristen alkotott, ezt kérdezte az asszonytól. Csak ugyan, azt mondta Isten, hogy a kert egyetlen fájáról sem ehettek?
az asszony így felelt a kígyónak, a kert fájának gyümölcséből ehetünk, csak annak a fának a gyümölcséről, amely a kert közepén van, mondta Isten, nem ehettek abból, ne is érintsétek, mert meghaltok. De a kígyó ezt mondta az asszonynak, dehogy haltok meg, hanem jól tudja Isten, hogyha esztek belőle, megnyílik a szemetek, és olyanok lesztek, mint az Isten. Tudni fogjátok, mi a jó és mi a rossz. Az asszony úgy látta, hogy jó volna enni arról a fáról, mert csábítja a szemet. Meg kívánatos is az a fa, mert okossá tesz. Szakított a gyümölcséből, evett, majd adott a vele levő férjének is, és ő is evett. Ekkor megnyílt mindkettőjük szeme, és észrevették, hogy mezítelenek. Ezért fügefa leveleket fűztek össze, és ágyékkötőket készítettek maguknak, amikor azonban meghallották az Úristen hangját, amint szellős alkonyatkor járkelt a kertben, elrejtőzött az ember és a felesége az Úristen elől a kertfái között. Az Úristen kiáltott az embernek, és ezt kérdezte, hol vagy? Az ember így felelt. Meghallottam a hangodat a kertben, és megijedtem, mert mezítelen vagyok, ezért rejtőztem el. Az Isten erre azt kérdezte, ki mondta meg neked, hogy mezítelen vagy? Talán arról a fáról ettél, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél. Az ember így felelt. Az asszony, akit mellém adtál, ő adott nekem a fáról, és így ettem. Akkor az Úristen ezt kérdezte az asszonytól, mit tettél? Az asszony így felelt, a kígyó szedett rá, azért tettem.
akkor ezt mondta az Úristen a kígyónak, mivel ezt tetted, átkozott légy minden állat és minden mezei vad közt, hasadon járj és port egyél egész életedben. Ellenségeskedést támasztok közted és az asszony közt, a te utódod és az ő utóda közt. Ő a fejedet tapossa, te meg a sarkát mardosod. Asszonynak ezt mondta, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát. Fájdalommal szülött gyermeked, mégis vágyakozol férjed után. Ő pedig uralkodni fog rajtad. Az embernek pedig ezt mondta, mivel hallgattál feleséged szavára, és ettél arról a fáról, amelyről azt parancsoltam, hogy ne egyél, legyen a föld átkozott miattad. Fáradtsággal élj belőle egész életedben. Tövist és bogáncsot hajt neked, és a mező növényét eszed. Arcod verejtékével eszed a kenyeret, míg visszatérsz a földbe. Mert abból vétettél. Bizony por vagy, és vissza fogsz térni a porba. Thank you.
ember Évának nevezte el a feleségét, mert ő lett az anyja minden élőnek. Az Úristen pedig bőrruhát készített az embernek és feleségének, és felöltöztette őket. Azután ezt mondta az Úristen: íme az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy. Tudja, mi a jó és mi a rossz. Most azért, hogy ne nyújthassa ki kezét, és ne szakíthasson az élet fájáról is, hogy egyék és örökké éljen, kiűzte az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, odaállította az Éden kertje elé a kerubokat és a villogó lángpallost, hogy őrizzék az élet fájához vezető utat. Lebegett a mélység felett. Értjük a szavakat, mégis a képzeletünket messze meghaladó fogalmakkal szembesülünk már a Biblia legelső lapjain. Ez a 66 könyv teljes terjedelmében a felfogható és a számunkra felfoghatatlan dolgok kaleidoszkópja. Nekünk íródott és ihletője, dolbamondója, a mélységek felett levegő lélek, aki megkerülhetetlen, aki a világ mindenség alfája és ómegája. A világ egyetem teremtője, az összes fizikai és lelki törvény megalkotója, az összes szerzői joggal rendelkező hatalmas Isten úgy döntött, hogy a számunkra leírhatatlan gazdagságot kevésnek minősíti arra az esetre, ha nincsen valaki, akivel mindezt közölhetné, akivel megoszthatná, akinek a boldogsága hirtelen Istennek első számú projektjévé lépett elő. Miért teremtett tehát embert? Egyértelműen azért, hogy legyen egy autonóm lény, aki a világ mindenség urának méltó partnere, akivel mindenét megosztja, és akinek boldogsága az ő első számú célja. Nem UFO-t teremtett, nem primitív és hiányosságokkal vagy csökkentett módban üzemelő, behatárolt szerkezetet, hanem megalkotta és mindennel felhatalmazta a képmását. Megvédte őt az Isten ellen lázadt angyaltól is, akinek hatalma szintén isteni eredetű, hogy az embernek a töretlen boldogsága érdekében ne kelljen tudnia a gonoszról. Ne legyen semmi, ami zavarhatná a tökéletes Isten kapcsolatot. Mindaddig, amíg az ember szabad akaratából komolyan veszi az egyetlen egy tilalmat, amíg engedelmesen elkerüli a jó és a rossz tudásának a fáját, védve van. Nincs meglepetésszerű veszély, vagy váratlan tragédia,
az ember boldogsága töretlen lehet, beteljesülése tökéletes. Ha ez a jog eszközeivel szabályozott üzleti kapcsolat lett volna, még akkor is nagyon méltányosnak nevezhetnénk például 10 engedményt és 10 tilalmat. De a lehetőség serpenyőjét végtelen számú lehetőséggel rakta tele, uralkodj minden teremtményen, hódítsd meg a földet, szaporodjál, sokasodjál, mondta Isten, és nem volt féltékeny a képmása fajtájára. És a másik serpenyőbe egyetlen egy tilalmat helyezett el, azt is szeretetből, törődésből, mert óvni akarta a szüntelen boldogságunkat. A teremtéstörténetnek szinte minden szava valóban felfoghatatlan számunkra. Ezek hallatlanul értékes és pótolhatatlan információk, amit gyermekkorunkban megpróbáltak államilag kigúnyolni. De Isten számunkra félretett információit a materializmus talaján állva nem lehet sem érvényteleníteni, sem a lényegét megfejteni. Életünkbe és hétköznapjainkba egyetlen egy dolog hozhat új dimenziót, ha Istennek ezeket a szavait elhisszük. A bukott angyal már az első emberpárnál abban mesterkedett, hogy az embert egy pillanatra megvakítsa, hogy ne lássa Isten kibeszélhetetlen gazdagságát, ne érezze, hogy Isten a javait korlátlanul rendelkezésre bocsátotta. Tekintsen gyanakvással Istenre, mintha ő nem ajándékozó, hanem egy tiltó és büntető istenség volna. Ezt a gyanakvást nagyon megkeserültük. Ma is működnek a lelki törvények, és ha gyenge a hitünk, vagy egyáltalán nem kívánjuk a hit útját járni, akkor Isten iránti bizalom helyett ma is újra csak a gyanakvással tudunk viszonyulni Isten lényéhez és számunkra elkészített ajándékaihoz. A napjainkban tapasztalható társadalmi és politikai törekvésekben kristálytisztán tetten érhető a sátánnak ugyanaz a csapdája, amellyel az első emberpárnál mesterkedett. Ha Isten és keresztény vallás kerül szóba, netán Biblia és lelki törvény, rögtön meg kell védeni az ember szabadságát, az egyetlen egy és pedig szeretetből született tilalommal szemben. A sátán a szabadságvágy mindenek feletti győzelmének állítja be, ha sikerül legyűrni az egyetlen egy isteni tilalmat. Igen, mert így megszerezheti magának az embert, ami a vesztünket jelenti. Isten éppen ettől akart megóvni bennünket. Ez átvezet bennünket a mába, földi életünk hétköznapjaiba. Tudnunk kell, hogy ma is ugyanez történik. És a módszer ugyanolyan ravasz, mint a teremtés hajnalán. A kísértő nem azt akarja elhitetni velünk, hogy nincs Isten, hanem hogy nincs sátán. Így szabadon garázdálkodhat, mert nincs veszélyérzetünk. Legyünk éberek, mert folyamatosan kínálja a szemrevaló és kívánatos sportékáit, és mi ma is képesek vagyunk elhinni neki, hogy amit Isten rendelkezésünkre bocsátott, az kevés. Az, hogy az egész földet meghódíthatjuk, az is kevés. Naponta felkelti bennünk az érzést, hogy az életkörülményeink kevesek. A hit útján járók felismerik ezt az alattomos csábítást, és tudatában vannak, hogy Isten legfőbb projektje az ember, és az emberiség megváltása ebből az átejtett állapotból. A hit útján járók észlelik Isten gazdag ajándékait, és hosszan tudják sorolni, mi mindenért lehet hálát adni. A hit útján járók élete sugározza, hogy fel lehet szabadulni az átok alól, és a földi életünk kilátásai a mindenható Isten végtelen perspektívájába emelkedhetnek, és földi életünk vége a
az Istennel töltött örökké valóságba való belépést jelenti. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy mindent elmondtál nekünk arról, honnan jövünk és hol tartunk jelenleg az életünkkel. Köszönjük, hogy te csodálatosat teremtettél, és képmásodként alkottál meg minket. Köszönjük mindazt a jót, amivel útravalóként ajándékoztál meg. És köszönjük, hogy egyetlen fiad életét sem kímélted azért, hogy megmentsél bennünket az örök haláltól. Engedd, megváltó Uram, hogy földi életem valamiképpen visszatükrözhesse a te végtelen nagyságodat, szeretetedet, és azt, hogy teljes szívemből hiszem, hogy hajlékot készítettél számomra a mennyei paradicsomban.